Sziasztok! Az autók felézeti rendszerét bemutató sorozatunkba, mert ez a Volkswagen Golf lesz a főszereplő. Megnézzük, mit tud a fedélzeti rendszere, mennyire bonyolult vele az élet. Kezdjünk hozzá! Ha beszálltunk az autóba, az, ami feltűnik, hogy a Volkswagen, mintha üldözné a gombokat, szinte sehol nem találni rendes nyomkodni való gombot. Szerencsére a kormányon megmaradt, azt nem tudom, hogy úszhatták meg a takarítást, de a lámpakapcsolók is simogatós gombokat kaptak, az előttünk lévő műszerfal is teljesen digitális, azon sincsenek mutatók, illetve az érintő képernyő is szinte gomb nélküli, van rajta egy hangerőszabályzó és egy másik gomb, amivel a menübe lehet ugrálni. Ez a hangerőszabályzó, ez pedig amivel a menübe lehet ugrálni. Na de keltsük életre a rendszert. Ez a kezdőképernyő, itt van a telefon, a rádiómédia, a jármű beállításai, a különböző telefonos applikációk, felhasználót válthatunk, a hangzásba tudunk belenyúlni, a hangulatvilágítás, majd súgunk, beállítások és még jogi információkat is kapunk, hogyha nem lenne elég bajunk, akkor olvasgassuk azt. Kezdjünk a telefonpárosítással, a telefonon is elkezdjük keresni az eszközt. És elfogadunk mindent, hogy megkönnyítsük vele az életünket. És el is készültünk. A telefon csatlakoztatását egy USB kábellel is meg tudjuk oldani. Erre majd egy kicsit később visszatérünk. Most még ezt hagyjuk, hanem menjünk vissza. Ezzel a szögletes gombbal vissza tudunk jutni a KH-hoz. Nézzük meg, mit tud a rádió menüpont. Itt a jelenleg elérhető adók ABC sorrendben vannak most, ha akarjuk, akkor csoportosíthatjuk őket is műfaj szerint, de a betűrend az most nekünk jó lesz. Keressük meg mondjuk a rakjuk a tilost az egyesre. És már ott is a kedvencek között a tilos, keressünk még egy másikat is. Mondjuk mi legyen. Legyen egy Bartók. És ott a Bartók rádió, és hát ez nem volt annyira bonyolult. Ha pedig valamelyiket el szeretnénk távolítani, akkor rányomunk arra a kis ceruzaikonra, és utána kikukázzuk, amelyik éppen már nincs szükségünk. Ezt a gombot megnyomjuk, akkor egy ilyen klasszikus rádió kijelzőhöz jutunk, ahol így tudunk keresgélni a gombokat nyomkodva is, hogy ha tudjuk azt a frekvenciát, amit hallgatni szeretnénk. De térjünk vissza ide. Telefonnal párosítottunk. Milyen opciók vannak még a rádiónál? Nézzük meg a beállításokat. Nyíl gomboknak a funkcióit tudjuk személyre szabni, hogy az összes rádióadó között ugráljon, vagy csak a kedvencek között. Közlekedési információkat tudjuk ki és bekapcsolni. Én ezt nem ajánlom senkinek, mert 2021-ben már a rádióból tudjuk meg, hogy valami baleset történt előttünk. Az automatikus frekvenciát kapcsolás az az, hogy ahogy jövünk, megyünk az országba hosszú távon, akkor mindig tudjuk hallgatni a kedvenc rádióadónkat a különböző frekvenciák ellenére is. Az autó után hangolja magát, mindig a megfelelő frekvenciát hallgassuk. Az RDS-nek a finom beállítását tudjuk itt elvégezni. Itt egy adólogók opció. Menjünk tovább. Hát ezt kikapcsoljuk nyugodtan, mert sincsenek közlekedési hírek. És itt még ezernyi beállítás között tudunk
választani. Nézzük meg a média beállításokat. Itt ki tudjuk válogatni, hogy éppen melyik készülékről szeretnénk Bluetooth kapcsolaton keresztül zenét hallgatni. Ezzel megvolnánk. Menjünk vissza a KH-hoz. És jöjjenek a járműbeállítások. Itt ki tudjuk kapcsolni a start-stopot. Ezt meg is nem feltétlenül kell kikapcsolni. Az ablaktörlő szerviz helyzetben menő pont az ablaktörlő gumik kicseréléséhez nyújt segítséget. Meg tudjuk a következő olajcsere időpontját, illetve az aktuális szerviz látogatás időpontját is megtudjuk. Mi van itt még? Ez alatt a menüpont alatt tudjuk kalibrálni a guminyomásmérőt, szenzorokat. Nézzük meg a fogyasztást. Itt az indítástól nézhetjük az átlagfogyasztást. Az utolsó 25 km 6.9-es átlaggal mentünk. Hosszú időtartamú, vagy illetve van egy hosszú távú átlagfogyasztásmérő, az 6.1-en áll, 211 km alatt, és a tankolástól ez 222 km és 6.2 liter. Oké, mi van még itt? Gumiabról, gépkocsi beállítások. Itt a beállítások alatt van ilyen fél gumiabroncs. Itt ugye ez már volt egy ilyen menüpontunk, ahol kalibrálni tudjuk a szenzort, és be tudjuk állítani sebességfigyelmeztetést, ha esetleg olyan téli gumink van, vagy olyan gumiabroncsunk, ami mondjuk nem bírja a száguldozást. Magyarországon ennek nincs különösebb jelentősége, mert szerintem nincsen téli gumia, ami a 130 km per órás autópályás korlátozást ne viselné el. Menjünk egyet vissza. Fékek. A menet stabilizálót azt inkább ne kapcsoljuk ki, abból csak a baj van. Menet közben világítás beállítások alatt tudjuk beállítani, hogy amikor szürkül, mennyire hamar kapcsoljon fel a tompított fény. Illetve, hogyha esőt érzékel az autó, akkor is felkapcsolja a lámpát. Ez egy jó funkció, mert rengeteg olyan autós van, aki boldogan autózik a szakadó esőben mindenféle lámpa nélkül. Illetve a komfort irányjelzést tudjuk kibekapcsolni, azonkor pöccintünk egyet az indexen és hármat, villan az irányjelző, és át tudjuk állítani baloldali közlekedésre, de a funkció sajnos nem elérhető, úgyhogy nem tudunk áttérni a vagy baloldali közlekedésre, hangolt világításra. Komfort világítás menüpont, világítás animáció, üdvözlő világítás időtartamát. Itt tudjuk beállítani, hogy hány másodpercig örüljön nekünk, hogyha közelítünk, és mennyi ideig szomorkodjon még fényben úszva, amikor ott hagyjuk magára a parkolóban. Belső térvilágítás, műszerfal és kapcsolóvilágítás. Hát praktikus dolog, hogyha sötétben világítanak a gombok, azt itt be lehet állítani, hogy mennyire fényesen tegyék ezt. Tükrök és ablaktörlők, szinkronállításnak az az értelme, hogyha éppen állítgatjuk az egyik tükröt, akkor nagyjából a másikat is azzal együtt mozgatja, hogy ne kelljen mind a kettővel bajlódnunk. Lebillentés hátramenti fokozatban, ez hogyha rükkvercbe rakjuk az autót, akkor egy kicsit a jobb oldali tükröt lefelé billenti, hogy lássuk a patkát. Ablaktörlők, automatikus törlés esőben, ez az esőérzékelő, illetve hogyha rükkvercbe rakjuk a váltót, akkor töröl egyet a hátsó üvegen, hogy ott is ki tudjunk látni, hogy olyan kedvünk van. És az ablaktörlő, ezt a szervizálást az előbb már földerítettük. Jön a nyitás és zárás, komfortnyitás, illetve a központi zár, az ajtó, zárnyitás az összes ajtóra, vagy csak a
különálló. Gondolom itt a vezetőajtóra gondol, illetve azonos oldali. Hát ez mondjuk érdekes, ezt nem tudom dekódolni. Vissza, mi van még itt? Kombinált műszer, gazdaságossági javaslatok. Ezt kapcsoljuk be, hát hogyha tud újat mondani, hogy hogyan tudunk spórolni. Illetve a vezetési adatokat visszaállítja indítás. Akkor ezt most nem szeretnénk tőle. És itt tudjuk nullázni a hosszú időtartamú fogyasztás és mindenféle statisztikát is. Elértünk a végére. Nagyszerű, akkor menjünk vissza megint a kezdőképernyőhöz. Itt vannak a mindenféle telefonos applikációk, ikonjai. Erre majd egy kicsit később visszatérünk, mert még nem csatlakoztattunk hozzá a telefont vezetékkel. A következő menüpont a felhasználók menüpont, ahol itt tudunk mindenféle felhasználókat hozzáadni az autóhoz. Hangzás. Magas, mély és középhangokat tudjuk beállítani, hogy miből mennyit szeretnénk. Ezzel a gombbal meglenullázzuk, hogyha már elvesztünk, bár ebbe a három csúszkának a beállítás az nem annyira egetverően bonyolult, hogy túl nagy baj legyen belőle kijutni. Ez az, hogy jobbra, balra, előre, hátra szeretnénk tolgatni a hangképet. Itt is van egy segédgomba, a központosítás, amivel visszarakhatjuk az alapbeállításhoz. Itt pedig a hangerő beállításokat tudjuk személyre szabni, hogy mennyire üvölcsön, amikor bekapcsoljuk az autót. Közlekedési hírek az nagyon jó van nullán. Sebességfüggő hangerőillesztés, hogy gyorsulunk, mennyire kompenzálja a menetzajt, szélzajt azzal, hogy hangosítja a rádiót. Hogy mennyire némítsa le a hangerőt, hogyha valami közlemény érkezik, vagy valami jelzés. És ez is értelemszerű, hogy a hangerő halkítása parkoláskor, amikor pittyegnek a radarok, hogy éppen már neki megyünk valami, az mennyire szóljon bele a zenébe. Ez is megvan. És az érintő képernyő hangját is tudjuk állítani, amikor éppen kattintunk, akkor akarunk erről valami visszajelző hangot hallani, avagy sem. Azt hiszem, hogy nagyjából ennek, mintha végére is értünk volna. Következő menüpont a hangulatvilágítás. Különböző színek között tudunk választani. Valaki az eufóriát állította be, de tudunk sárgára váltani, kékre, ilyen meghatározhatatlan színre, meg narancssárgára is, és ki is kapcsolhatjuk az egészet, hogyha nincs kedvünk ilyen színes fényeket nézegetni. Én visszakapcsolom ezt az eufóriát, ez nem volt ezzel különösen gond. Jó a fényerő is. Itt pedig magunk tudjuk ki matekolni, hogy melyik szint mivel párosítsa az autó. Teljesen kretén színeket is ki tudunk választani. Hangulatvilágítás megvolt. Súgó, hogyha esetleg elvesznénk a menü mindenféle funkciójában, akkor kaphatunk itt egy kis segítséget. Beállítások. A képernyő fényerejét tudjuk beállítani. Az időkijelzését, érintőképernyő hang, ez a funkció már volt valahol. Idő és dátum. Időt tudjuk beállítani. Nyári időszámítás automatikus beállítása, hogyha akarjuk. Itt az időformátum 24 vagy 12 órás dátumot is itt tudjuk megadni, illetve a dátum formátumát. Ezt állítsuk át mondjuk év, hónap, hónapra, ez mégis magyarosabb. Nyelv, van itt ezerféle, adjuk a magyaron, ne tréfáljuk meg a következő embert, aki belül ebbe az autóba. Billentyűzet nyelvet is ki tudjuk állítani. Mértékegységeket lehet benne állítani, de hát a kilométer, kilométer per Celsius és liter az bőven megfelel. Mobil készülékek menüpont alatt vannak az eddig már párosított telefonok. Ki tudjuk dobálni őket, hogyha nincs már rá szükségünk.
illetve a gyári beállításokat is vissza tudjuk állítani. Ettől most eltekintünk. Rendszerinformációkat tudunk még nézegetni. Ezzel sokra mi nem megyünk. Mindenféle szerzői jogi szörnyűség, konfigurációs asszisztens. Ne jelenjen meg már, köszönjük szépen, ezen túl vagyunk. Mit találunk még itt? Hát, végére értünk a dolgoknak. Viszont, mivel a Volkswagen valamiért utálja a gombokat, a klíma gombot megnyomva jutunk ide a klíma menüig, ahol választhatunk az okos, klasszikus és a légtisztító funkciók között. Az okos beállítások alatt a szabad kilátás, kérem vissza. Lábainkat tudjuk melengetni, lábainkat hűteni, kezet melegíteni, illetve friss levegőt is tud az arcunkba fújni. Hát azt kevésbé tartom életszerűnek, hogy egy ablakfúvás gomb helyett én most megnyom a klímát, és a szabad kilátást még itt egy ilyen érintőképernyős menüben megkeresem, amikor éppen csúrom pára az ablak, és nem látok egy centit se. Hát ez nem hiszem, hogy egy szerencsés találmány. Én biztos, hogy hagytam volna ennek igazi gombot. Nézzük a klasszikus beállításokat, ahol a ventilátort tudjuk állítani, a klímát kikapcsolni, az, hogy fújjon a ventilátor. Így itt vannak a klasszikus beállítások, tényleg az ablakra és lábra fújós, lábra, arcunkba, belső keringetés. Ezt tudjuk mi magunk is állítgatni, de utálatos, hogy ezt a gombot kell folyton nyomni. Tudjuk a hátsó klímát állítani, mert az is automata, tehát nem kell hátra nyúlkálni és a kék-piros gombot kitapogatni. Vagy hogyha nem akarjuk, hogy a gyerekek ezt össze-vissza nyomkodják, akkor el is vehetjük tőlük ezt a jogot, hogy a klímát nyisztessék. Az ülésfűtést itt lehet állítani, három állásban, ez is érintő képernyőn, teljes elmebaj. Mi van még itt? Ez pedig egy légtisztító funkció, a finom port és a pollen szűri ki a levegőből, hogyha bekapcsoljuk. Ez aktív, de beszólt, hogy az ablak nyitva van, persze nyitva, nem akarunk megsülni. Ezt most ki is kapcsolhatjuk. Menjünk vissza a klíma. Tehát a klíma menüt így kell megtalálnunk. Illetve szinkronizáljuk az első két oldal közti hőmérsékletet. De akár külön is állítható. Ha ezzel is megvagyunk, nézzük meg a vezető támogató rendszerek menüjét, szintén egy ilyen simogatós gomb. Itt a sávtartó asszisztens beállításait tudjuk megnézni, az aktív. Én még bekapcsolom a kormányrezgetést is. Van a adaptív tempomat beállításai. Állítsuk át ekkora. Kapunk hozzá magyarázatot is. Akkor a fáradtság felismerés. Hagyjuk ezt is bekapcsolva. Vészfék asszisztens, ezt is hagyjuk bekapcsolva. A normál, az az elmúlt héten egész jól működött, úgyhogy ezt nem nagyon piszkálnám. A figyelmeztetések megjelenítése, kitérés, támogatás, bekonyarodás, fékezési funkció. Hagyjuk ezt is bekapcsolva, mi bajunk lehet. Azt hiszem, ezzel is végeztünk. Itt a parkoló menü, itt, hogyha lenne előttünk, mögöttünk valami, ami aggódna, hogy rámegyünk, akkor villogna, meg sípolna. Itt is vannak még különböző nézetek.
illetve a parkolási rendszernek is vannak beállításai. Mennyire hangosan sivalkodjon, illetve manőverező fék funkciónk is van. Hagyjuk azt is bekapcsolva, mi bajunk lehet. Akárhogy nézem, szerintem végére értünk a dolognak. Illetve dehogy, menjünk vissza a kezdetekhez. És kábellel kössük össze a telefonnal az autórendszerét. Megkapjuk az Android autót. Kicsit nyafogtatja a telefont is. És megérkezett az Android autós funkció is. Itt az Android autó menüje, amikor a telefon tükrözzük az autórendszerére. Tudunk navigálni a vízzel. Tudunk zenét streamelni. Most éppen az történik. Különböző beállításokat is tudunk még kezelni itt. Akár a Google Maps-es térképen is tudunk navigálni. Ha pedig visszatérnénk a Volkswagen saját rendszerére, akkor ezzel a gombbal megtehetjük, és már itt is vagyunk újból. És szép lassan a végére értünk, szerintem nagyjából minden bugyrot felfedeztünk. Ha nagyon akarjuk, akkor a különböző ikonok helyzetét is meg tudjuk változtatni. Akarjuk ezt ide tesszük, az Android autót ide tesszük előre. A hangulatvilágítást mondjuk ide. Tehát nem kell ragaszkodni a... Nem kell megszokni a gyári beállítást, mert oda pakolunk, ahova akarunk. Ó, mire végére értünk, ki is ütött a nap, pedig nem volt egy annyira hosszú bemutató. Remélem mindent megtudtatok, amit szerettetek volna. Köszönöm a kitartást, sziasztok!